köszönöm mindenkinek, aki megjelent, így az utolsó előadáson is. Kelemen Gábor vagyok, és a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatalnak dolgozok, ami a miniszterelnökség háttérintézménye. És arról fogok beszélni, hogy ebben a projektben, mint majd mindjárt kifejtek, szóval, hogy ebben a projektben hogyan használtunk Iliászt a kormányhivatali rendszerben vadonatúj alkalmazások oktatására. A kis napirend, röviden bemutatnám a szervezetet, hogy mégis mi a fene az a kormányhivatal, kicsit a projektet is, indikátorokról beszélnék egy pár szót, aztán a szervezet elvárásairól a szoftver felé, aztán néhány szót arról, hogy miért választottuk az Iliászt, és aztán a végén belevágok a kemény szakmázásba. Oké, szóval akkor kormányhivatali rendszert azt az elmúlt 8 év nevű időszak káosza után a jelenlegi 8 év nevű időszak kormánya próbálja az állami közigazgatást ezzel az átszervezéssel áramvonalasítani, egységes szolgáltatásokat nyújtani. A történelmi idővonal az a diákon látható, ezt nem olvasom föl, meg igazából én sem nagyon értem. Kormány hozott mindenféle jogszabályokat, hogy akkor mostantól minden államigazgatási ügyet az állampolgárok a kormányhivatallal intéznek el, és a Kormányablak nevű ügyfélszolgálaton intézhetik ezeket el. A kormányhivatal az pedig maga egy háttérintézményként fog funkcionálni. Ami ebből a lényeg, hogy a projektet magát a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium indította, aztán annak az átszervezése miatt a tavalyi választások után átkerült a projekt a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatalhoz, ami egy háttérintézmény, és a miniszterelnökség alatt működik, illetve van még egy konzorciumi partnerünk, a Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató ZRT, magyarul a NISZ. Hát ezek bonyolítják a projekteket, illetve a kormányhivatali rendszer az a előző dián összegyúrt valami, az összesen több mint 32 000 felhasználót és több mint 36 000 számítógépet tartalmaz, illetve ez a hógolyó még növekszik folyamatosan, illetve vannak kormányablak nevű ügyfélszolgálati pontok, amikből most már 140 nyitott meg. Az ő ügyintézőik tartoznak majd a felhasználói közé ennek az Iliásznak. Aztán a projektnek, tulajdonképpen a projekt az két projekt technikai szempontból, van két szép kódszáma és gyönyörű hosszú neve mind a kettőnek. 2013 áprilisában indultak, és most október végén zárul mind a kettő. A költségvetése két projektnek összességében mindig 11 milliárd forint volt. Elég sok mindent szereztünk be ebből a pénzből. Ezek között szoftverek is szerepelnek, egyedi fejlesztési szoftverek, amelyekhez oktatást kellett biztosítanunk. Indikátorok, hát ez csak így táblázatos formában az egyik projektből ezek az elvárások. A valóságban ettől azért sokkal több, például munkaállomást vettünk, sokkal több nyomtatót, sokkal több hálózati switchet, de ez most annyira nem érdekes. Alulról a második sor érdekes a képzettek száma, illetve az 1-2-23-ban is, hát rengeteg mindent kellett beszerezni. Az előzőnél is volt egy sor, ami egy új alkalmazást jelentett, és ennél is van egy sor, vagyis hogy nincs, ami egy új alkalmazást jelent, illetve új alkalmazáson keresztül indított
ügytípusokat tulajdonképpen az új alkalmazás lefejlesztése is és bevezetése is jelenti. Tehát ehhez is kellett alkalmazást fejleszteni. Na, ezek voltak az indikátorok, így szép szárazon. Mi a fene az az indikátor? Ez egy ilyen projekt terminológiai kifejezés. Hát találtam hozzá egy gyönyörű, szép definíciót a neten. Különösen a latin eredete fogta meg a lelkemet. Számunkra releváns, hogy mind a két projektből ki kell termelni 5000 darab felhasználót, akiket kiképzünk új alkalmazások használatára, illetve voltak még olyan egyéb képzéseink is, amik szintén alkalmazásokhoz kapcsolódtak, csak nem volt kötelező megcsinálni őket, de azért megcsináltuk, már csak a hivatal működése miatt is. A konferencia témájába vágna egy kicsit a Noé projektről beszélni, amihez egy SLED plusz LibreOffice plusz GroupWise oktatás tartozik, de most ebben nem fogok belemenni, mert ez nem volt akkora sikertörténet. Ahogy államtitkár úr mondta, a SLED az az elátkozott Linux. Szóval ki kell képezni 5000 embert alapvetően két, de inkább négy tananyagból. Ez rengeteg ember, rengeteg helyen vannak. A területi közigazgatás az azt jelenti, hogy az egész ország területét lefedik, 198 járásból jönnének össze az emberek. A képzéseket gyorsan kell lezavarni, mert az EU-s projektekre jellemző, hogy csúszásban vannak, ez is csúszásban van. És az is fontos szempont, hogy minél kevesebb időre essenek ki az emberek a hivatali munkavégzésből. Tehát az, hogy felutazik az egész ország Pestre, az kizárt dolog, az nem mehet. Úgyhogy e-learning kell. Na most, az e-learninggel kapcsolatban vannak egyéb elvárások is megfogalmazva. A projekt egyik rész eredménye az is, hogy bevezetünk egy kormányhivatali címtárat. Megvettük drága pénzért, tehát használjuk azt. Meg hát azért is, mert már benne vannak a felhasználók, és hát valahogy hitelesíteni kell az 5000 embert. Igazából összesen olyan 7000 körül vannak fizikailag, akik valamilyen képzést kapnak. Ezek a felhasználók ténylegesen benne vannak, úgyhogy egy kis okoskodással meg lehet azt oldani, hogy legyen hozzáférésük az e-learning rendszerhez. Legyen aztán a jogosultságkezelés is, mert az, hogy van valakinek kormányhivatali hozzáférése, az nem elég ahhoz, hogy minden tananyaghoz hozzáférjen. Mert ugye, mivel hogyha valaki, akinek nem lenne szabad hozzáférnie az ügyfélhívóhoz, az így stikában megcsinálja az ügyfélhívó képzést, és tud ügyféleket hívni, pedig nem is lenne az ő dolga, és akkor így elkezd beülni a kormányablakba, és stikában ügyeket intézni. Hát ezt így nem lehet, úgyhogy mindenféle kifinomult csoportkezeléssel és szerepkörkezeléssel kell ennek elejét venni. De ezt is lehet tudni az e-learning rendszerrel és a címtárral is. Aztán nagyon fontos, hogy jelentéseket kell tudnunk készíteni arról, hogy ki végezte el, mert ezért a kedves alkalmazott kollégák továbbképzési pontokat kapnak, azt precízen kell vezetni, mert ez nekik elvárás. Úgyhogy remek jelentéskészítési lehetőségekkel kell felvértezni a rendszert. Ami ezt alapból nem tudja, de majd később kifejtem, hogy lett hozzá egy kiegészítő, aminek az elérhetősége az a diákon látható. Aztán miért választottuk az Eliászt? Hát ugye olcsó, ingyen van. Nem ez volt az első ötlet, hogy csináljunk házon belül saját kútfőből Eliászt, hanem az volt, hogy kérjük meg egy olyan szervezetet, ami egyébként is közszolgálati továbbképzésekkel foglalkozik, csak hát ők egy eléggé pofátlan ára ajánlatot tettek, úgyhogy
azt mondta a vezetés, hogy akkor valahogy olcsóbban, mert rengeteg mindent kell beszerezni a projektből, spóroljunk. Viszonylag ismert Magyarországon, tehát van például Iliász Egyesület. Van hozzá szakértelem, sok felső oktatási intézményben is használják. Tud magyarul a felhasználói felülete, hát ez közigazgatásról van szó, létfontosságú. Hardware igénye nem túl magas, tehát kezelhető. Erről a részről nem szeretnék beszélni, mert ezt szintén kiszerveztük egy állami tulajdonú informatikai szolgáltató céghez, akik adtak alá hardvert, feltelepítették rá, és a parancsoros varázslásokat elintézték, úgyhogy csak az alkalmazás beállításairól lesz szó, és hát funkciógazdag, tehát például tud LDAP-ból hitelesíteni, ez nekünk nagyon kellett. Aztán van hozzáérhető szakértelem, ugye viszonylag ismert szoftver. Magunknak, a tananyagoknak a fejlesztését kiszerveztük egy külső cégnek, és volt ilyen cég, aki ezzel foglalkozik, tudott nekünk ilyen tananyagot gyártani. Közel működtek szakértői szinten a szoftver beállításában. Azért az Iliász ez egy funkciógazdag szoftver, tehát jól el lehet tévedni a felületén, és hát elég sok időt el lehet azzal tölteni, hogy rájössz, hogy hogyan kell beállítani, melyik pipákat kell benyomni ahhoz, hogy úgy működjön, ahogy te szeretnéd. Szóval ebbe időt kell berakni, vagy szakértelmet, de van mind a kettő. A tananyagfejlesztő cég részt vett a telefonos, e-mailes, fórumos ügyfélszolgálatban is. A felhasználóknak voltak mindenféle egyszerű és bonyolult problémáik, segítettek megoldani, és még egyedi oldalstílust is tudtak gányolni nekünk. Ez itt látható az alsó képen, gyönyörű szép Széchenyi 20-20-as irányelveknek megfelelő megjelenése van az oldalnak magának. Előnye volt, hogy nem feltétel a visszafelé kompatibilitás, tehát nem volt még kormányhivatali e-learning rendszer. Ugye maga a szervezet az 2010 óta létezik, még nem volt mivel kompatibilisnek lenni. És hát az előretekintés érdekében SCORM tananyagformátumot kértünk, erre majd a vége felé visszatérek, hogy azért ha esetleg úgy döntenek, hogy másik Iliász rendszert üzemeltetnének, akkor abba is át lehessen vinni, ha úgy gondolják, hogy kidobják az Iliászt és Moodle-re váltanak, akkor abba is be lehessen rakni, szóval bármit lehessen vele csinálni, SCORM csomag tudja. Mert ugye a projektnek ennek a hónap végén vége lesz, hogy innentől kezdve átadjuk a tananyagot és a szerver üzemeltetését, aztán lesz vele, ami lesz a hatáskörünk. Na, iderektori címtár, kezdünk szakmázni. Tulajdonképpen nem volt vele különösebben sok tennivaló. Ugye ki kellett tudni osztani a jogosultságokat képzésenként. Hát ez az ötlet lett, hogy minden képzéshez csináljunk egy címtár csoportot, haigáljuk bele a felhasználókat a csoportba, és akinek van csoporthoz hozzáférése vagy tagsága, az hozzáfér a tananyaghoz. Jó. Viszont, ugye a területi közigazgatás az informatikailag úgy van megoldva, hogy a megyék szintjén van informatikai támogatás. Tehát egy megyei alosztálya tulajdonképpen az informatika gazdasági osztálynak, és az adott megye üzemeltetésért ők felelnek. Tehát legyen az, hogy minden képzéshez csináljunk egy megyei csoportot, ami része a fő képzési csoportnak, és a megyei rendszergazdák fogják behaigálni a tényleges felhasználókat a megyei csoportba, akik ezzel automatikusan részei lesznek a fő oktatás csoportnak. Képen az látszik, hogy az időpontfoglaló oktatáshoz
vannak gyönyörű megyei csoportjaink, Bács kiaoktatás, Baranya kiaoktatás, stb. Aminek a karbantartásának a felelőssége az le van delegálva így a megyéknek. És ez így gyönyörűen illeszkedik a meglévő rendszerbe. Na most, címtár oldallal ezzel így nagyjából kész is vagyunk. Jön az LDAP beállítása. Hát ugye, ember meglátja először ezt, ugye van számos hitelesítési lehetőség, kiválasztjuk az LDAP-t, és még azon belül is alfülek. Hát az így eléggé bonyolult, mindjárt végig fog rajta menni, hogy mit is lehet ezekkel csinálni. Csak a legfőbb dolgokat, az aprólékot, azt majd a helyi cintáros rendszergazdátoktól megkérdezitek, hogy kell. Ami nekünk kell, a kiszolgáló megadása. Hát ezzel kapcsolatban belefutottunk az első problémába, hogy támogat ugyan több szervert, amik azonosak tartalmilag, tehát hogyha az egyik megdöglik, akkor a másikat tudja használni. Nekünk van 4 is, szépen replikálunk. Viszont csak egyfajta szerver konfigurációt támogat, tehát hogyha mondjuk nem csak a saját címtárunkból szeretnénk hitelesíteni felhasználókat, hanem valami más szervezet címtárából is, akkor eléggé meg lennénk lőve, mert azt így nem lehet. Egyfajta konfigurációt lehet benne megadni, és akkor így csák, kész. Ebbe szerencsére ilyen igényünk nem volt, más szervezetektől is voltak felhasználók, akiknek részt kellett venniük a képzéseken, hát őket kézzel belepátoltuk a mi címtárunkba, és akkor most nekik 2 fiókjuk van a saját címtárunkba, és meg itt is. Hát bizonyára azt lehetett volna szebben csinálni, de így is került. Aztán szintén itt, a kiszolgáló beállításainál meg lehet adni, hogy szinkronizálja a felhasználókat. Nagyon jó, mert a felhasználóknak vannak mindenféle attribútumaik, például nevük, munkahelyük, stb. Ami adat a címtárban van, és nekünk szükségünk van rá, hát szinkronizáljuk minden bejelentkezéskor. Nagyon jó. A probléma az nem ez, hanem az, hogy van szerep hozzárendelés, az majd a következő diákon lesz, de már most felhívnám a figyelmet, mert ezen a lapon van. Azt mondja, hogy Ilias szerep hozzárendelése, user. Nagyon jó. Azt írja a kis sugunk, hogy válaszol egy Ilias szerepet, melynek az új felhasználó automatikusan tagja lesz. Hát nagyszerű, mindenki, aki belép, létrejön hozzá a felhasználó, benne lesz a user csoportba. Azt majd elmondom később, hogy miért fontos ez, hogy benne legyen. De ez a valóságban nem ez. Valóságban ez a funkció, ez azt tudja, hogy ha nem rendelünk hozzá a kedves felhasználóhoz semmilyen csoportot, akkor lesz ennek a csoportnak a tagja. Vagyis, hogy ennek a szerepnek a tagja. Hát ez majd később kiderül, hogy miért okoz problémát. Aztán a profil leképezés témája. Ugye a címtárban vannak felhasználók, nekik vannak tulajdonságaik, amiket át szeretnénk szippantani, például a munkahelyük, vezetéknevük, családnevük, az ugyanaz, utónevük, meg mindenféle hasznos e-mail címük, személyazonosító adatuk. Ezeket itt a második lapon lehet megadni. Ami a nagyon fontos, hogy az automatikus frissítést azt be kell állítani mindegy egyes attribútumra. Mert különben, hogyha a címtárban valami változik, például kijavítjuk a nevét, mert elírták. Ilyen hatalmas címtárban elég gyakori az, hogy utólag javítjuk a felhasználó adatait, akkor az így szinkronizálódik gyönyörűen. Azon kívül előfordulhat, hogy nem azt szeretnénk a felhasználóról tárolni, hogy milyen szakon, tagozaton tanul, hanem azt, hogy milyen kormányhivatalban tanul. Na most olyan mező alapértelmezésben nincs. Ilyenkor a felhasználó definiált mezőt kell az Ilias fiókok beállításaiból elővenni.
arról azt hiszem nincsen diám, de annyira nem bonyolult. Aztán a szerep összerendelések. Ez már nem a hitelesítés és a címtár kapcsolata, hanem egy háttér. Ugye ahhoz az Iliászban szerep alapú a jogosultságok kezelése, és ahhoz, hogy a címtárbeli csoportot, mint objektumot leképezzük, ahhoz létre kell hozni egy szerepet. Tulajdonképpen ami a címtárban csoport, az itt szerep. És e között kell egy kapcsolatot majd létrehozni, de először létre kell hozni egy szerepet. A szerep az alapvetően az adott oktatásban résztvevő emberek halmaza, tehát ilyen KIA-oktatás, MUKER-oktatás, IVUS-oktatás ilyen csoportjaink lettek. Legyen a user csoport leszármazottja, az úgy jónak tűnik, hogy ugyanolyan jogaik legyenek, mint a közönséges felhasználónak, és több nem kell, kevesebb nem kell, az úgy pont jó, készen van. Igen ám, csak hogy a user csoport tagjai hozzáférhetnek a taneszköztárról nevű IASZ főmenühöz. A user csoportból származtatott csoport tagjai pedig nem. Nem jöttem még rá, hogy ez miért van, de tulajdonképpen arról van szó, hogy itt minden felhasználót bele kell lapátolni a user csoportba is ahhoz, hogy egyáltalán elérjék a tananyagaikat. Vicces, mert a részletes jogosultságoknál se a user csoport szerepnél, se a belőle származtatottaknál nincs bejelölve az, hogy láthatja a taneszköztároló menüpontot. Ennek ellenére a user láthatja, a belőle származtatott nem, de még hogyha bejelölöm, akkor sem. Ugye ez egy ilyen vicces dolog, de hát ez van. Nem tartott egy ideig, amíg rájöttünk. Vissza a szerep összerendeléshez, ugye az előbb létrehoztuk a szerepeket, illetve a szerepek létrehozását nem magyaráztam el, de az most annyira nem érdekes. Létre kell hozni egy összerendelést a címtárbeli csoport és a szerep között. Alul látható csoporttagság alapján hogy néz ki az, amikor létre van hozva egy IASZ szerep összerendelés. Itt ugye az a lényeg, hogy csoporttagság alapján kiosztjuk a pozitív jogosultságokat, és ezen kívül még kell egy LDAP tulajdonság alapján létrehozni egy hozzárendelést a user szerephez is. Aztán azt is tapasztaltuk, hogy ha bejelöljük azt, hogy minden bejelentkezéskor hozzáadja a bejelentkezett felhasználóhoz a neki szánt szerepeket, és el is távolítsa a neki már nem szánt szerepeket, akkor a user szerep az néha így eltűnik egyeseknél, és nem látják a taneszköztárolót. Úgyhogy ennél az egynél a szerepeltávolítást töröltük. Na, akkor már van szerepünk, hozzá van rendelve a címtárból a felhasználó. Még egy dolog kell, hogy működjön a rendszer. A tananyagot be kell állítani. Tulajdonképpen minden egyes tananyagnál, ami ugye egy kurzusként manifesztálódik, be kell állítani azt, hogy az adott szereppel rendelkező felhasználóknak legyen rá látható és csatlakozási jogosultság, a többinek pedig semmi. Így megvalósítható az, hogy aki adott szerephez tartozik, mert a címtárban adott csoportban benne van, az látja a tananyagot, be tud csatlakozni, el tudja végezni. Aki pedig nincs, az nem is látja, nem is tud róla. Az ilyenkor szokott írni egy e-mailt, hogy szeretném megcsinálni a tananyagot, és akkor berakjuk a csoportba. Akkor következő bejelentkezés után már ő is tud tanulni. Úgyhogy tulajdonképpen ennyi volt a nagy truváj, eltartott egy darabig, amíg rájöttünk. És hogy mi volt a probléma, az most jön a vége felé.
amikor feltelepítjük az Iliászt, akkor létrejön egy Root nevű felhasználó. Az ő adminisztrátori jogosultságával lehet tovább konfigurálni magát az Iliászt, úgy létrehozni az előbb taglalt szerepeket, összerendeléseket, kurzusokat, meg tulajdonképpen felhasználókat. Az ő hitelesítési módszere azt mondja, hogy alapértelmezett beállítás, zárójel, Iliász adatbázis. Jól hangzik, nem? Jó az, ha így marad. Na, ott jön a vicc, hogy ugye beállítottunk LDAP hitelesítést. És akkor jön az ötlet, hogy mi lenne, hogyha a kedves felhasználók egyből az LDAP-hoz fordulnának hitelesítésért, mert hát ugye a többség az úgyis onnan fog jönni, az a három rendszergazda meg, aki van, vagy 12, az majd ugye a helyi adatbázishoz fordul. Hát ez így ebben a formában nem működik. Ugyanis a Root hitelesítési forrása az nem az Iliász adatbázis volt, hanem az alapértelmezett beállítás. Ha most az LDAP-t teszem alapértelmezetté, akkor így kicsukom magam a rendszerből. Van egyébként egy apró betűs rész, ami erre felhívja a figyelmet. Én nem olvastam el, bevallom. Aztán volt még egy olyan, hogy mindenféle formátumú tananyagot hozzá lehet adni a rendszerhez. Hát itt ugye a kék nyílnál van a SCORM tananyag, de nem csak ez az egy tananyag gyártónk volt, hanem volt egy másik beszállító is, aki azt gondolta, hogy a sorban első Iliász tananyag az így jó lesz. Hát ők, ez a gyártó, ez szoftverfejlesztő gyártó cég volt, és nem tananyagfejlesztő. Tananyagfejlesztők tudták, amit ők nem, hogy az Iliász tananyag az szar. Na, nem jó az Iliász tananyag, mert a SCORM az jobb. A SCORM az képes arra, hogy megjegyzi, hogy hol tartottál az anyagban, hogyha úgy érzed, hogy sok a tananyag, lejárt a munkaidőt, bezárod az ablakot, ha Iliász tananyagot használtál, akkor legközelebb neked kell kibogarászni, hogy a kilométeres témalistában, tartalomjegyzékben hol tartottál. A SCORM az meg megjegyzi. Aztán tud a SCORM olyat is, hogy kurzuson belül belapátolunk tananyagokat és vizsgákat, és az alkotja a kurzust. Képes kezelni azt, hogy a második fejezetet akkor tud teljesíteni, vagy elkezdeni, ha az elsőt már befejezted, és a harmadikat pedig akkor, ha a másodikat befejezted, és a vizsgát akkor tud megcsinálni, hogyha az utolsó tananyagfejezetet is legalább egyszer végignézted. Na, az Iliász tananyag ezt nem tudja. Az Iliász tananyag az ezeket a beállításokat tudja. Hát végül is a tipikus tanulási időnél horgonyoztunk le, azt mondtuk, hogy kattingassál 2 órát ezzel a tananyaggal, és akkor szerintünk jó vagy a vizsgára, vagy legalábbis minimálisan foglalkoztál vele annyit, hogy megpróbálhast. Egyébként a vizsgáztatásnál, és itt jön vissza az elején az indikátor latin eredete, az a beállítás és döntés született, hogy ne legyen olyan, hogy valaki megbukik a vizsgán, és akkor elköszönünk tőle, jöjjön vissza a következő fél évben, hanem vizsgázhasson annyiszor, ameddig szükséges ahhoz, hogy átmenjen legalább egyszer. Vagy ha már nagyon nem megy, akkor hívja oda a rendszergazdát, aztán vizsgázzon le az. Hát ugye, indszere. Aztán volt még egy ilyen probléma, hogy SCORM tananyagot kértünk a tananyagfejlesztőinktől. Ők leszállították a SCORM tananyagot, csak egy menet közben derült ki, hogy az előállítására egy Adobe Captivate nevű terméket használtak, ami egy saját formátumban tárolja a
szerkeszthető fájt. Ezt annyira nem akarták ideadni, de aztán a jogászok rábeszélték, hogy de. És akkor ugye azt a scormot, amit az Adobe Captivate-t exportál, azt fel lehet tölteni az Iliászba, gyönyörűen működik, csak így azt szerkeszteni nem olyan egyszerű. Úgyhogy ha elkérjük a forrást a tananyag fejlesztőktől, akkor azt már lehet szerkeszteni, csak hát picit így borsos az Adobe Captivate ára, de nem baj, a hivatalban nagyon sok pénz van. Úgyhogy majd veszünk ilyet is. Szóval az a lényeg, hogy amikor kiírjuk a közbeszerzést, akkor oda kell figyelni arra is, hogy ne csak a SCORM kimeneti formátumot követeljük meg, hanem azt is, hogy valamilyen értelmesen szerkeszthető bemenetet kapjunk. Aztán itt már csak az utolsó diánál vagyunk. Apróságok. Ugye, Iliász az egy nagyon funkciógazdag felület, szoftver, rengeteg dolog beállítható rajta. Amíg a tananyagfejlesztési fázisban van, addig rengeteg mindent lehet rajta módosítani. Egy dolgot nem, például azt, hogy online-e. Ha online, akkor a felhasználók látják. Ezt az utolsó dologként kell bekapcsolni. Néha ez így kimarad, és akkor így a felhasználók nem értik, hogy miért nem látják, holott nekik az lett megmondva, hogy ma jöjjenek tanulni, és akkor telefonálgatás van. Hát összességében a képen látható dolgok azok, amikre oda kell figyelni. Az a lényeg, hogy ha a rendszergazdaként úgy tűnik, hogy minden szép és minden jó, az nem azt jelenti, hogy minden szép és minden jó, hanem kell csinálni magadnak egy közönséges felhasználói fiókot, amit a címtárban beraksz ugyanabban a csoportban, ami a felhasználókat tartalmazza, és akként végig kell nyomnod magát a teljes kurzust, a teljes vizsgát, mert rengeteg apróságot lehet úgy hagyni, úgy felejteni, hogy fejlesztés közben ez így nem problémás, csak a végfelhasználók szempontjából. Ilyen beállítások, ugye, hogy online kurzus állapot, vagy csatlakozás közvetlenül, az is szintén alapértelmezésben nincs beállítva, hanem az van beállítva, hogy senki nem csatlakozhat, át kell bökni. Csinálni kell egy tananyag specifikus fórumot, és mi úgy döntöttünk, hogy minden tananyaghoz külön fórum legyen a kurzuson belül, néha ez is lemarad. Aztán volt ilyen, hogy előfeltételek nem lettek beállítva, az, hogy ugye egymás után kelljen végignyomni a fejezeteket a vizsgázáshoz. Aztán a tanulási haladást meghatározó elemek, amik néhány diával ezelőtt voltak, hogy melyik is? Nem ez. Hol vagy? Na, igen, ez. Tehát, hogy a vizsga teljesítése. Ezt itt be kell pipálni, és rá kell nyomni a mehet gombra ahhoz, hogy az a zöld pipa megjelenjen, és a felhasználó azt lássa, hogy tényleg végignyomta a tananyagot, és a tananyag neve melletti pipa az így zöldre vált. Mert ha nem vált zöldre, annak ellenére, hogy végignyomta, akkor telefonálgatni kezd, és ezt az ügyfélszolgálatnak nem annyira jó. Aztán szintén ügyfélszolgálati szempontból jelentős dolog, hogy hogy alapértelmezésben az Iliász bejelentkezési képernyőjén van egy ilyen, hogy jelszó emlékeztető. Na most, hogyha címtáros hitelesítést használsz, akkor ez így nem fog működni. Mert ez csak a helyi bejelentkezéshez jó.
Úgyhogy ezt ki kell kapcsolni, mert különben arról is fognak írogatni a felhasználók, hogy elfelejtettem a jelszavamat, rákattintottam a jelszó emlékeztetőre, és nem történt semmi. Hát igen. A jelszavak kezelését egy külön útvonalon kell megoldani. Hát nagyjából ennyi lett volna, amit el szerettem volna mondani. Az összességében elmondható, hogy sikerült leképezni, kiképezni a tervezett felhasználó mennyiséget. Ezen a héten volt az utolsó tanfolyamok elindítása. A felhasználók nagyon gyorsan és precízen jöttek, beosztás szerint megcsinálták a tananyagot, a vizsgát, és összességében sikerült a kormányhivatali rendszer fejlesztését szolgáló projektben a képzésre vonatkozó indikátort úgy teljesíteni, hogy az egy költséghatékony, szabad szoftveres megoldás legyen, ami épít a magyar kisvállalatok szakértelmére. Köszönöm szépen, ennyi lett volna.